Igazi csapatmunka zajlik a rögtönzött pékségben a megyei kamara épületében. Az utóbbi években díjakat halmozó Pedro pékség csapata tartott bemutatót, a 16. Euroregionális Kenyérfesztivál és kézműves találkozó sajtótájékoztatóján. Hétvégén rendezik ugyanis a nagyszabású eseményt a Dunakapu téren, mely a kenyér és a pékszakma igazi ünnepe. A kenyér egy tradicionális magyar étel. Annak a készítése hagyományosan, évtizedek óta, évszázadok óta hagyományosan készül, azonos módon készül, és hát ezek a régi kenyér készítés technológiának újra megjelenítése tulajdonképpen ez a kenyérfesztivál, ahol is végül is a fogyasztó megismerheti a kenyérkészítés technológiát, találkozhat a szakemberekkel, és hát végül is megismerheti a mindennapi betevőnek a előállítását, és a hagyomány őrzés tulajdonképpen, tehát ugye kenyérkészítésnél új technológiák nem nagyon jöttek létre, tehát az évszázados hagyomány tulajdonképpen ismétlődik ma, és találkozhatunk vele ezen a kenyérfesztiválon. A hagyományokat pedig nem csak ápolni kell, hanem felhasználni az új megoldások keresésében. Ez a pékiparra is igaz, vallja a fesztivál egyik ötletgazdája. Én mindig azt vallom, hogy a tradíció és innováció az nem egymás ellentéte, ezek együtt járnak. Tehát a hagyományainkat, a múltunkat, a hagyományos technológiákat nem szabad elfelejteni, azokra építeni kell a jövőnek a technológiáit. És a jelenben felértékelődtek a kézműves technológiával előállított élelmiszerek, ez igaz a termelői piacra, igaz a kenyérfesztiválra. A kenyérfesztiválon is főként azok a pékségek állítanak ki, akik ezt a hagyományt, ezt az irányt képviselik. A város életében is fontosak az ilyen rendezvények, az önkormányzat ezért minden évben igyekszik a kenyérfesztivál mellé állni és támogatni azt. A város az előrevívő, a város imázsát növelő dolgot mindig szívesen támogatja, és úgy érzi a város vezetése, hogy itt szélesebb körbe találkozhatnak ezzel a hagyományos kenyérkészítéssel, pékséggel, és hát nyilvánvaló itt a belvárosban a látvány elem tulajdonképpen kiegészül a belvárosi látnivalókkal is, és hát valóban egy színvonalasabb belvárosi programot találunk és ismerhetünk meg a fesztiválon. A program vasárnap reggel 9:30-kor kezdődik, és ezúttal is a Védd a helyit, Vedd a kisalföldi termelői piaccal együtt rendezik. A programok kialakításakor minden korosztályra gondoltak a szervezők, és az Agrárminisztérium támogatásával újabb elemekkel is készültek. Jelenleg az agrártárca támogatása miatt az idén nagyobbat tudtunk lépni. Úgy gondolom, hogy versenyképes lesz a fesztivál, több elemből fog állni. Nyilván a pékségek azok elengedhetetlen elemei, lesznek hagyományos kézműves kiállítók, ugye ez megint a kézműves vonalat, a tradíciókat erősíti. Ugyanúgy lesz étkezési lehetőség, lesznek látványkonyhák, családokra gondolva gyerekeknek lesznek különböző kreatív programok. És nem szabad elfelejteni, hogy szinte non-stop műsor lesz a színpadon. 4:11-kor az Aranykapu zenekar kezdi a fellépések sorát, de fellép a Cserefa együttes, majd 14 órától Cserpes Laura kápráztatja el ének hangjával a közönséget. Idén is díjakat osztanak három kategóriában, és újra megválasztják a fesztivál kifliét és a megye kenyerét is. Győr Európa Kulturális Fővárosa pályázatának tiszteletére pedig az EKF motívum is megelevenedik majd egy péktermékben.